A megye számos pontjáról érkeztek óvodapedagógusok a Karcagon megtartott szakmai délutára, melynek a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuten utcai tagóvodája adott otthont. A találkozóra azoknak az intézményeknek a dolgozói látogattak el, amelyek már zöld óvodaként működnek, de részt vettek azok az óvodák képviselői is, akik érdeklődnek az iránt. Kisújszállásról, Kunmadarasról és Túrkevéről is érkeztek vendégek a szakmai délutára. A mai nap a Madarász Imre Egyesített Óvodának a Zöld Óvoda Bázis intézményi programján vehettünk ma részt. Ez nagyon fontos az intézményünk életében, hiszen a 8 tagintézményünkből 7 tagintézmény örökös zöld óvoda, illetve egy óvodánk pedig harmadik alkalommal nyerte el a Zöld Óvoda címet. Minden nevelési évben a Zöld Óvoda Bázis intézménynek az a feladata, hogy segíti az óvodapedagógus kolléganőknek a munkáját, a környezeti nevelés, a fenntarthatóság a nevelés területén. A szakmai délutánon többféle témában is hallhattak előadásokat a megjelentek. Tudtuk meg Szabóné Szentesi Máriától, a Madarász Imre Egyesített Óvoda, a Gépgyár utcai SZIM óvodájának tagóvoda vezetőjétől. Ennek a programnak ma a témája az erdőpedagógiai módszereiből adtunk egy rövid bemutatást, illetve a hulladékgazdálkodás terén egy pályázati megvalósításról számolt be az ifjú kolléganőm, aki a Kukabreki programot valósította meg a kolléganőimmel együtt, és erről egy összefoglalót adott az érdeklődőknek. Szabóné Szentesi Mária előadást is tartott a szakmai délutánon, melynek témája az erdőpedagógia. Ez egy új keletű pedagógia, nem sokan ismerik még, itt szerettük volna a kolléganők figyelmét felhívni, hogy mennyi minden fejlesztési lehetőség van egy erdőpedagógiás foglalkozáson. Nem feltétlenül erdőben kell ezeket végezni, egy gyönyörű környezeti udvaron vagy egy parkban is lehet a gyerekekkel sok mindent megismertetni, fölhívni a figyelmüket rá, és hát a környezetvédelemnek a fontosságát hangsúlyozni. A másik a hulladékgazdálkodás témába volt, minél kevesebb hulladékot termeljünk, illetve ha van is hulladék, azt próbáljuk szelektíven gyűjteni. Ez a Kukabreki program, ez egy nagyszerű program volt az ősz folyamán, minden óvoda részt vett benne, és így hívtuk fel a gyerekek, és a gyerekek által a szülők figyelmét is a hulladékgazdálkodásra. A szakmai délutánon az elhangzott témákhoz kapcsolódó, az óvónők által saját kezűleg készített eszközöket is megtekinthették a vendégek.